Csehország befagyasztotta az Oroszország tulajdonában lévő cseh területen található ingatlanokat. Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter üdvözölte a döntést és kiemelte, a külföldi orosz vagyont Ukrajna újjáépítésére kell fordítani. Ján Lipájszki cseh külügyminiszter kiemelte, az ő javaslatára hagyta jóvá a cseh kormány az orosz állami vagyon befagyasztását Csehországban. Kijelvő nyugati szövetségeseitől azt kéri, hogy záróljanak minden orosz számlát foglalják le az orosz érdekeltségeket, a vagyont pedig adják át Ukrajnának. A folyamatot szabályozó jogi mechanizmust azonban még nem dolgozták ki a szakértők.